Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit december 7-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban két visszatekintés is szerepel, Pilinszky János költőre és Pesovár Ferenc néprajzkutatóra emlékezünk, majd ellátogatunk a Székesfehérvári Művészek Társaságának téli tárlatára. Tartsanak velünk! November 27-én született Pilinszky János, a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. A 100 éve született költő életművéről rendeztek emlékestet, amellyel Székesfehérvár városa, kulturális és irodalmi életének szervezetei közösen tisztelettek a költő emléke előtt. Eleven étketek vagyok szüntelen és egészen. Emészétek föl lényegem, hogy éjségtek megértsen. Mert aki végképp senkié, az mindenki fakítja. Pusztíts hát, szörnyű szerelem! Ölj meg! Ne hagyd magamra! A Városháza díszterme adott otthont a Pilinszky emlékülésnek. Az emlékes programjában a 100 éve született, a 20. század egyik legjelentősebb költőjének életéről, munkásságáról szóló előadások szerepeltek. Cserpakovics András polgármester köszöntőjében kiemelte Pilinszky János székesfehérvári kötődéseit. Jeles ez az év, hiszen 100. születésnapra emlékezünk. Egy városban, amihez Pilinszky kapcsolódott, akár utolsó éveit otthonként is itt élve városunkban. Egyébként az utolsó hivatalos programján is Székesfehérváron vett részt. Ezért szép dolog az, hogy egy ilyen civil összefogással egy emlékülést tartanak, de az is, hogy az évben több hasonló megemlékezésre máshol került, még tavasszal egyébként, ahogy arra a járványhelyzet lehetőséget adott, történt már egy koszorúzással egybekötött emlékezés, és most pedig egy emlékülés keretében fognak rá emlékezni részben a civilek, de részben azok az irodalmárok, szakemberek, akik azt hiszem, hogy ezt abszolút szakmai hitelességgel teszik meg, ezzel is fejet hajtva Pilinszky és emléke előtt. Bakony István József Attila díjas irodalomtörténész, az est házigazdája felidézte első találkozását az akkor Székesfehérváron élő költővel. Pilinszky számunkra rendkívül fontos. Egyrészt a nagy életmű létrehozóként, másrészt pedig a fehérvárhozó és sokszáról kötődő költőként, kiállítások megnyitójaként, és hát mint tudjuk, életutolsó esztendét itt élte Székesfehérváron. Éppen nézegettem a régi meghívókat, és szinte napra készen, pontosan 20 évvel ezelőtt ugyancsak volt egy emlékülésünk, ahol nem csak rá, hanem Németh László is emlékeztünk, és ez megismétlődött rá 10 évvel később is. Azonban azt gondolom, hogy a 100. születésnap és a halál 40. évforduló kettős alkalom arra, hogy erre a életműre emlékezzünk, annál is inkább, mert a II. Világháború után indult költő, később az egyetemes és európai költészet olyan magaslatait érte el, amelyek, hát ha nem is páratlanok a magyar lírában, de mindenképpen kivételesek. Az előadások sorában Juhász Anna irodalmár, aki a centenáriumi Pilinszky séta ötletgazdája és háziasszonya is, a költő nagyívű életművét értelmezte, kiemelve az otthonkeresés motivumát, az én, illetve az idő elvesztésének hosszú és fájdalmas folyamatát. Nagyon ott tartunk, hogy kellenek ezek a tiszta szavak, az olyan szavak, amik vezetnek minket az életünkbe a jó felé. Pilinszky Jánosnak a gondolataival idén, ugye valóban most már lassan egy éve foglalkozunk, most már lassan évvége van, és nagyon sok mindent kaptunk tőle, és azért beszélek több eszembe, mert nem csak én, hanem azok az olvasók, azok a látogatók, akik egy-egy sétára, egy-egy élő beszélgetéses alkalomra eljöttek hozzánk, és nagyon sok esetben ezt a fogóckodót kiemelték, azt, hogy mondjuk szoronganak, akár a diákok egy rendhagyó irodalomórán elmesélték, szoronganak, nehézségeik vannak, nem tudják merre legyen az előre az életükben, elakadtak valahol, és Pilinszky János szavai egyszerűen azt a melegséget, azt a belső erőt tudják mutatni, hogy a jóra figyeljünk, hogy a szeretetre figyeljünk, hogy tudjunk várni, hogy tudjunk türelmesek lenni. Ugye az egyik legfontosabb gondolat még az életében, hogyha az Istenhez való kapcsolódás mellett lehet ilyet említeni, akkor az idő. És azt hiszem, hogy az idővel való bánás, vagy az, hogy tudjuk becsülni
az időt, vagy tudjunk várni, vagy tudjunk szemlélődni. Ezek már mintha szemlélődést mondok, és Pilinszkiről beszélek. Tehát ezeket mind tőle kaptuk, és érdekes volt ez a kettős évforduló, mert tényleg azt gondolom, hogy nagyon sok generációhoz eljutott a költőnek az üzenete, egészen különböző hatást váltott ki, de a leginkább a gondolatból kiindulva egyfajta fogóckodó tudott lenni 2021-ben. Sebők Melinda irodalomtörténész előadásában a csend esztétikáját tárta elénk Pilinszky János költészetében. Pilinszky János költészetét tekinthetjük misztikusnak, transzcendensnek, istenkeresőnek, szenvedélyesnek, szűkszavúnak, a tárgyias költészet megteremtőjének. Pilinszky az emberiség istenkeresésének legdrámaibb szavú tolmácsa, aki a háború legmegrázóbb pillanatait, az ember áldozattá válását a legszűkszabúbb, legkopárabb versekkel is képes volt kifejezni. Én jelen előadásomban majd a költészet csend metaforáinak poétikai kétarcúságát fogom vizsgálni, mert Pilinszky a költészetben a csendet többféleképpen értelmezte. Azt mondta, hogy van egyfajta tragikus, tanácstalan csend, és van egyfajta jófajta csend, ami az atléták felkészülésére hasonlít. Nagyon kevés verset írt, és ennek ellenére saját korában is igen népszerű volt, nemzetközi elismerései voltak. Londonban, Rómában és Párizsban is járt, többek között Pierre Emmanuel, Clive Willmer vagy akár Ted Hughes is fordította verseit angolra és francia nyelvre. Jankó Laura, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a költő a bűnről vallott gondolatait idézte meg, Kész szót, mit ismerek, Pilinszky a bűnről című előadásában. Pilinszky mindenképp példa, azt hiszem, és forrás, tehát, hogy olyan a költészete, amit olyan hatással van, mint egy gyógyszer, mint egy finom falat kenyér, tehát az ember megtapasztalja a hatását a Pilinszky költészetnek a szívével, az elméjével, tehát ez egy nagyon ritka, én azt gondolom, a költők világában, ahol azt tapasztaljuk, hogy egy költészet messze nagyobb hatással bír, mint esztétikai élmény, annál valamivel több, és valószínűleg a hitnek és az Isten elevenségének köze kell, hogy legyen ehhez Pilinszky esetében, amitől több, mint egy esztétikai élmény az ő költészete. Az esten elhangzott, bár Pilinszky csendje, szemlélődése távol áll a mai fiataloktól, mégis az elmúlt években egyre többen figyelnek a költőóriásra, mert jó találkozni a törékenységéből fakadó isteni erővel. Emlékszel még az arcokon? Emlékszel még az üres árok? Emlékszel még csorog alá? Emlékszel még? A napon állok. Egy élete tánc, melyben Lélek a dal címmel rendezték meg az Országzászló téren a Pesovár Ferenc emlékkiállítást. A tárlaton a korszakos néprajzkutató teljes életműve megtekinthető. Pesovár Ferenc néptánc és népzenekutató 1983 óta nincs köztünk. A korszakos kutató András Falvi Bertalan, Martin György, Kallós Zoltán barátja és kortársa emlékére rendeztek életműkiállítást, amelynek egykori munkahelye a Szent István Király Múzeum adott otthont. Az Egy élete tánc, melyben Lélek a dal, Pesovár Ferenc emlékezete című tárlaton Varga Tamás országgyűlési képviselő köszöntőjében hangsúlyozta, magyarságunkat az anyanyelvünk, a hagyományaink, a kultúránk, benne pedig a népzene, a néptánc jelenti. Hogyha azt a kérdést tesszük fel magunknak, hogy mi az, ami egy népet és egy nemzetet meghatároz, akkor azt gondolom, hogy elsőként talán azt teszünk, hogy a nyelvünk, a hagyományaink és a kultúránk. És a kultúrán belül is azt gondolom, hogy a népi kultúra,
népzene, a népdal, amelyet Bakker Anna fantasztikus előadásában hallhatszunk, és a néptánc. Népzene és néptánc, ami mindannyiunkat Pesovár Ferencre emlékeztet, hiszen minden róla szól a népi kultúráról, a népzenéről, és a néptáncról szól minden falon, minden kiállítási tárgy, kép vagy fotó. Pesovár Ferencről, aki fájdalmasan fiatalon hagyott itt minket. És ha szeretnék visszaemlékezni rá, akkor mindannyiunknak, akik ismerhettük, van egy-egy emléke róla. Van András Valgi Bertalannak is, aki évfolyamtársa volt. Ő így emlékezett Pesovár Ferencre, kissé nyers, nem simulékony, mégis visszahúzódó és szótlan egyéniség volt. Én diákként ismerhettem, és azt hiszem, hogy úgy emlékszünk, ráálltuk a 70-es években és a 80-as évek elején találkozhattak vele, hogy már nagy beteg volt, csak ült a fotelben, nehezen járt, de amikor néptáncról volt szó, akkor ez a bár fiatal, de mégis testében már öreg ember felállt, húzta magát, szállt fegyveresre, és úgy táncolt, ahogy nem táncolt senki. A város és a megye sokat köszönhet Pesovár Ferencnek, aki 1957-től 1983-ban bekövetkezett haláláig volt a múzeum néprajzosa, osztályvezetője. A megye és az egész magyar nyelvterület népzene és néptánc kultúráját kutatta, miközben az akkori Alba Régia táncegyütteshez is ezer szállal kötődött, emelte ki beszédében Cserpakovics András polgármester. Pontos idézetet hallottunk ebben a bizonyos kedvenc versben, és valahogy ebben a mondatban szerintem sok minden benne van egy ilyen emlékkiállításról, hiszen persze fontos az infrastruktúra, fontosak az épületek, fontos, ami megújul körülöttünk, de mindent igazán az ember tesz, nem csak személyessé, hanem tartalmassá is. Magyarul életet visz a műbe. Vagy olyan személyiségre emlékezünk, aki életet vitt a műbe, sőt, aki alkotta ezt a művet, úgyhogy erre így évek, évtizedeket követően is van miért emlékezni. Örülök annak, hogy ezt egyáltalán megtehetjük. Tudjuk, hogy ezt a kiállítást kicsit máskorra tervezte a múzeum, máskorra terveztük, nem volt rá lehetőség. De szeretném megköszönni a múzeumunknak, szakembereinek, hogy elhalasztódott, de nem maradt el ez az emlékkiállítás. És ezért most itt lehetünk, és megnyithatjuk ezt a kiállítást, ezt a tálatot, ami mint minden emlékkiállítás egy jó lehetőség arra, amiről itt többekkel már beszéltünk, talán Botos Józseffel leginkább az előző pár percben, hogy egy személyiségre emlékezünk, akkor mutassuk be, hogy ő mit alkotott, hogy pontosan mit alkotott, hogy neki pontosan mit köszönhetünk. Ez az egyik célja lehet egy emlékkiállításnak. Így körbejárva úgy érzem, hogy ez a kiállítás ez szépen megmutatja. De van egy másik lehetőség, amiről kicsit Tamás is beszélt, illetve árulkodtak azok a fotók, amiket a múzeum különböző felületei lehetett látni az elmúlt napokban, hogy az emlékezés az mindig egy személyiségbe történik, egy történeteket szeretnénk elmesélni, és ezek a történetek azokban, akik pályatársként dolgozhattak arról, azzal, akiről a kiállítás szól, ugyanúgy emlékeket fognak előhozni, személyes történeteket fognak felidézni, és ezáltal egy kiállítás emlékkiállításként élővé is válik. Varró Ágnes néprajzkutató, a tárlat kurátora köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a kivételes életmű közkincsként megjelenhet a kiállítás keretében. Elkezdtünk dolgozni ezen a nagy témán tulajdonképpen, mert egy életművet kellett bemutatni. Ezt tavaly szerettük volna megnyitni, hiszen ő 1930-ban született, és tavaly lett volna a születésének a 90. évfordulója, de novemberben tavaly már mindent lezártak, tehát akkor nem lehetett kiállítást nyitni. Viszont úgy gondolom, hogy nem feltétlenül köthető évfordulóhoz az, hogy valakiről megemlékezzünk. Így hát a születésének 91. évfordulóján nyílik meg ez a kiállítás, ami hát átfogja az ő egész életét.
Őt úgy ismerjük, vagy úgy ismeri a szakma, hogy néptánc kutató volt, népzene néptánc kutató volt. Ugyanakkor itt a Szent István Király Múzeum, vagy akkor István Király Múzeumban 26 éven keresztül volt muzeológus, néprajzos muzeológus. 1957 és 83 között, 83-ban halt meg. Tehát ő, mint muzeológus, végezte a munkáját, gyarapította a gyűjteményt, járt a megye falvait, gyűjtött, elsősorban néptáncot, népzenét, de például ő fedezte föl a mohai tikverőzés szokását, foglalkozott a pázmánd és ibálással, a népművészetet is nagyon kedvelte, nagyon szerette, és hát ezzel kapcsolatban több tárlatot, kiállítást is rendezett, amiről ugyancsak megemlékezünk itt a kiállításon. Kinek bánatában, szíve fájdalmában. A megnyitón Vaklár Anna Pesovár díjas népdalénekes, Pesovár Ferenc gyűjtéséből énekelt dalokat, amelyeket az egykori népzenekutató kedvenc közlőjétől, Mosonyi Józseftől gyűjtött Perkátán. Minden nap írom ezt az emlékkönyvet a tanításomban, az éneklésemben, és azokkal a kezdeményezésekkel, amelyeket az elmúlt 30-35 évben a Fejér megyében és országosan a népzenei mozgalomban tettünk. Nem véletlenül róla neveztük el a Pesovár Ferenc névre hallgató népdaléneklési versenyt, népzenei versenyt, a csoportos népzenei versenyt. Azért róla, mert számára a kutatáson túl nagyon fontos volt az ember, ő maga is a mintapéldája volt, a kiválóság és esendőség gyönyörű együtt hatásának, és akkor, amikor ezt megalapítottuk, ezt a versenyt, akkor egyértelmű volt, hogy szeretnénk megszólítani a gyerekeket, a ifjakat, hogy közösen együtt énekeljenek, és ez aztán egy országos mozgalommal lett ezt a nevet, hogy Pesovár Ferenc, mindenki ismeri, aki csak énekel. És hát szerintem talán az lehet a legfontosabb gondolatunk vagy tervünk, amikor ezt a kiállítást megnézzük, hogy úgy tudjunk innen elvinni további gondolatokat, hogy az ő szellemi örökségét és emberi örökségét is tovább tudjuk adni az újabb generációknak, akkor is, ha már talán nem énekelünk minden nap, hogyha legnagyobb problémánk pont az, hogy a közösségeinket hogyan tartsuk meg, érdemes merítkezni ebből az életműből, még ha oly rövid is volt, és oly tragikusan is ért véget. A Kneifert György vezette Tilinkó zenekar kíséretében Hánkakas István, örökös aranysarkantyús néptáncos előadásában ismerhettünk meg egy-egy Pesovár által gyűjtött dalt és táncot. A kiváló táncos Tyúkodi Verbunkot járt. Gyerek voltam még, amikor Pesovár Ferenccel találkoztam. Nagyon sokat bejárt az együtteshez. Ott is láttam, hogy mit írnék bele. Ugye gyerekként ezt választottam magamnak szórakozásként, majd ez a pályám része lett, és a munkám mai napig is. Azt gondolom, hogy nagyon sokat köszönhetek így bújtatottan is neki, hiszen az együttesben rengeteget bejárt, ahol én is felnőttem az Albergia Tánc Együttesnél, akkori Fejér megyei Népegyüttesnél, és az ő munkásságájából úgy gondolom, hogy tudtam meríteni így az együttesen keresztül, ami, hát nyilván az ő szellemisége benne volt ebbe, ami segített abban, hogy nekem ezt kell választanom és ezt kell csinálnom. A megnyitót követően Felföldi László néprajzkutató, akinek mestere volt Pesovár, tekintett vissza a páratlan életműre, először egy közös éneklésre kérte a közönséget, majd ezt követően szólt Pesovár életművéről. Különleges pillanat mind a ő, mind a mi életünkben. Nem véletlenül mondom, hogy az ő életében, mert hiszen a halála óta eltelt közel 40 évben folyamatosan éreztük a jelenlétét. Az ő gondolatait idézzük, és ő fogja a kezünk a ceruzánkat, amikor írunk erről a témáról. És az ő által a megörökített táncokat járják a táncházban a fiatalok. A most rendezett szép és otos kiállítás megnyitója egy olyan pillanat, amely
alkalmat teremt arra, hogy Pesovár Ferenc újra szóljon hozzánk. Figyelmeztessen bennünket elkövetett hibáinkra, és erényeinkre, ha vannak. A mesélő tárgyak és a falakon olvasható történetek, fotók mellett a tárlókban láthatóak a gyűjtés során használt technikai eszközök és az interaktív térképeken a látogatók a gyűjtési területeken rögzített dalokat is meghallgathatják. Újraindult az élet a Székesfehérvári Művészek Társaságában, a Pelikán Galériában megnyílt a téli tárlat. A Pelikán Galériában a koronavírus járványt követően a teljesség igényével nyílt meg a Székesfehérvári Művészek Társaságának téli tárlata. A fehérvári alkotóközösség tagjai által ezúttal is megerősítést nyert, hogy jelenlétük kivételesen fontos Székesfehérvár kulturális életében. Nagyon szépen összejött a társaság. 25 fő van itt a mai kiállításon, és 43 munkát láthatunk a falakon. Nagyon jó benyomásaim vannak. Itt voltam szinte minden órában, amikor a művek kerültek a falra. És ez is egy nagy dolog, hogy melyik képet hova rakjuk. Tehát itt két ügyes fiú rakta össze a munkákat, úgy, ahogy éppen a falakon láthatóak. A Deák Balázs és a Vadász Imre nevéhez kötődik a kiállítás rendezése. Azon kívül el kell talán mondanom azt is, hogy a művek, amelyek a falon vannak, valószínűleg hamarosan magánszemélyek tulajdonában lesznek, az otthonaikat díszíthetik, mert hogy ez egy vásár is, nem csak kiállítás. Jön a karácsony, tehát alkalmas arra, hogy akár műterekből, akár a kiállításról lehessen vásárolni munkákat. És teljes stíluskavalkádot látunk, én azt gondolom, hogy ez így van rendjén, hiszen a korosztályoktól függően is mindenki a saját intuíciónak megfelelő képeket tett fel, tehát sokszínű ez a történet. Igen, valóban sokszínű murális munkák vannak, vannak mobilok, vannak hagyományos festmények, kis plasztikák, fotók, tehát teljes spektrum, ha úgy tetszik, a képző és fotoművészet teljes spektrum látható és élvezhető. Vannak olyan képek, amelyek különösen felkeltették az érdeklődésedet? Nos, ez egy érdekes kérdés, mert ugye még előtte vagyok a nyitónak, és nem akarok színt vallani, hogy melyik az, amelyik közelebb áll hozzám, mert biztos, hogy kinek-kinek más ízlése van, és ízlés dolgában nem lehet vitázni, és nem lehet erőszakot gyakorolni. Azt gondolom, hogy sokat kell járni kiállításra ahhoz, hogy az ember befogadhassa a műveket. Érdekes, hogy milyen sokan hárítanak, amikor a modern korosztályos művészekről van szó, művészetekről van szó. Ugyanakkor a legmodernebb autókkal, telefonokkal közlekednek, és mégis valahogyan ez a terület nem mindig megy át. Összességében jó úton jár a fehérvári képzőművészet, illetve ez a társaság? Miként látod? Hát nem vagyok ennek hivatott megítélője, de úgy gondolom, hogy maga az, hogy éppen a közgyűlés halasztik, a hangjai halasztik itt álltunk mögött, hogy 25-30-an mindig itt vannak. Tehát a törzs, a kemény maga úgy tetszik, mindig itt van és kiállítja a munkáit. Például most utóbbi pár hónapban fehérvári művészek három helyen szerepeltek. A képtárban ugye volt a nagy kiállítás a csókban, azon kívül Dunajvárosban a Fejér megyei kiállítása, és most pedig itt a fehérvári művészeké. És nem utolsó, hogy az egyik tagjuk, Ujjázi Péter, a Műcsarokban áll itt 2000. 5-ig. A kiállítás bizonyosságot adott a művészetbarátok és a művészek számára is, hogy az alkotói szándék mellett kiemelten fontos a találkozás a művészi intuíció nyilvánosságának tárgyasult megjelenéséhez. Szűcs Erzsébet a tárlat kurátora örömének adott hangot, hogy minden eddiginél több alkotó tett hitet a kollektív bemutatkozás mellett, és hozta el idei munkáit a Pelikánba. 27 éve követem a téli tárlatokat, van tapasztalatom, és úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy ez egy Dafke jókedvű tárlat. Tehát volt a művésztársaságnak vagy a tagjainknak az elmúlt időszakban elég sok kollektív tárlata. Volt a abszolút a karantén után, volt most egy Fehérvár szalon,
És ahhoz képest itt a saját hazájukban, a saját házukban, a saját galériájukban azt hiszem, hogy bátran kísérleteznek, és bátran mutatnak be új munkákat. Vannak meglepetések, számomra például az, hogy Bükki Zsuzsa, aki most belépett, pont festményeivel is jelentkezik. Ugye megszoktuk a grafikáit, az elektrografikáit, és most egy rendes vászon akrilképekkel jelentkezett, vagy vannak új tagjaink, Cservenka Edit festészeti munkáit nagyon tudjuk élvezni. De hát vannak olyan tagok, akik, Újházi Péterről beszélve, akik mindig meglepetést okoznak, és folyton megújulnak. Az ő vidám virágcsendéletei a tárlaton, azok azt hiszem, hogy mindenkinek mosolyt csalnak az arcára, és ugyanígy van Aranygold Zoltán, aki nem tud rossz kedvű lenni, akármilyen Covid van, akármilyen szomorúságok vannak. Valahogy most úgy érzem, hogy a művészek azt érzik feladatuknak, hogy a közönség valahogyan most ugye a negyedik hullám kialakulásának az erős kezdetén kicsit pozitívabban szemléli a világot. Tehát nem depressziós a tárlat egyáltalán, hiszen egyrészt közeledik a karácsony, másrészt az, hogy az alkotásban, én nem érzem azért, hogy sokkal több idejük volt, hiszen nagyon sokan tanítanak. Az elzártság nem kellett, hogy hát nyilván az elektronikus eszközökkel megoldható, és azért az, hogy az utóbbi 3-4 hónapban már találkozhattunk, ez azt is jelenti, hogy az összetartozás megvan, hisz most is a téli tárlat előtt mindig van a közgyűlés, ahol azt látjuk, hogy hány fiatalember vagy hány művész szeretne ennek a társaságnak a tagja lenni. Tehát érzem a közösséget, érzem az optimizmust a tárgyakból, és érzem a játékot, és érzem a merészséget ezekből a munkákból, és ez a számomra az a fantasztikus, hogy ez a merészség nem kapcsolódik életkorhoz. A város és az alkotói gondolatok találkozása a kortárs művészetben mindig valami újat, egyedit hoz. Így történt most is, a művészet kedvelők népes közönsége pedig megerősítést kaphatott, jó úton jár a Pelikán alkotói közössége. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!